aranykanyar jön ismét, Szilágyi Áron, a kardívás londoni olimpiai bajnoka, ifjú úriember és mindenkelőtt kultúrember, nem felejtettel név szerint megemlíteni a sikerén dolgozó háttér szakértőket sem, így került a nyári olimpiai reflektorfénybe a műsorunkból már ismert pszichológus Faludi Viktória is, aki Áron lélektani felkészülésében volt társ, vele nézünk a közhelyben szereplő dívány mögé most. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! Találkoztatok, beszéltetek azóta, hogy nyert és hogy Megjött. Igen, természetesen beszéltünk. Mondjuk nagyon keveset, mert hogy egy TV felvétel kapcsán találkoztunk, és akkor tudtunk pár szót váltani, de természetesen amikor megnyerte ezt a nagyon szép érmet, akkor kaptam tőle egy SMS-t is, és én is gratuláltam neki. Amikor nézted a versenyét, a versenyeit, illetve a döntőjét, ja. akkor, akkor te ott láttad a közös munkátokat? Abszolút. Ezt valamelyik fórumon már elmeséltem, hogy nálam csütörtökön járt utoljára, és pénteken indult el a, az Olimpiára, és amikor kilépett az ajtón, akkor én úgy valahogy úgy láttam, hogy teljesen egyben van, tehát hogy, tehát, hogy kész most, a mello, most van kész a munka, nagyon nyugodt volt, nagyon céltudatos, és, és minden, amit dolgoztunk, az úgy összefort. Hogyan zajlottak egyébként ezek a találkozások, ezek a közös felkészülések? Tehát itt klasszikus szeánszokra kell gondolnunk, hogy az ember elmegy, fölkereste, leül, beszélgettek, vagy esetleg videó. Szóval hogy, hogy néz ki? Ez így minden együtt, tehát, hogy ezek igen, talán mondhatjuk, hogy ez egy klasszikus terápia, de nyilván egy, egy más jellegű, mert hogy egy mentális felkészítésről van szó. Alapvetően vannak olyan szabályai ennek a munkának, amik különben a klasszikus pszichológusi munkában nincsen. Tehát, hogy vannak gyakorlatok, egy kicsit felszínesebb, egy kicsit szabadabb a mi munkánk ilyenkor, hogyha egy sportolóval foglalkozunk de én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani ezt teljesen arról a munkáról. Tehát én, én azt gondolom, hogy nekem nagyon-nagyon jót tett, hogy van klinikai tapasztalatom. Tehát az embert egészben kell látni. Nem lehet csak a sportolót látni, nem lehet csak a szakmát látni, hanem úgy, ahogy van a Magyarán mondva, legőtt. te bizony érdeklődsz és tudnod kell ahhoz, hogy hatékonyan működjetek az emberről is. Így Nem csak a sportolóról, nem csak attól a pillanattól, amíg bemegy a csarnokba. Így van, mindenről Tudnom kell, tehát, hogy nyilván az, amit megoszt velem, az a, nem, nem, én vájkálok, hanem ő osztja meg velem azokat a tapasztalatokat, amik, amik történnek vele nap, mint nap. Áron esetében, aki egy nagyon céltudatos, értelmes egyetemre járó, nagyon fiatal, 22 éves versenyző, az ő esetében mit kellett sorban megoldanotok, beléplántálni, kihozni? Mi volt a feladat? amikor neki A legfontosabb feladat ilyenkor különben mindig általában ugyanaz, tehát, hogy azt az izgalmi szintet beállítani, azt az állapotot gyakorolni, amiben ő a legjobban tud teljesíteni, amiben a maximumot ki tudja hozni. Áron esetében ugyanez volt a cél, ami ugye az én legfontosabb szakterületem, az a teljesítmény szorongásoldás, ami egy sportolónál elengedhetetlen. Tehát, hogy Pontosan azt a szorongási szintet, azt az izgalmi szintet kellett eltalálnunk Áronnál is, ami aztán elvezette őt az olimpiai aranyére még. Mert, hogyha ezt a szót jól ki akarjuk elemezni, főként a te szakmád szempontjából, hogy szorongás, akkor ez részint rossz dolog, ha túl magas ez a szint, de ha meg nincsen, akkor meg nincs motiváció. Így van, tehát, hogy akkor jön az unalom, akkor jön az enerváltság, akkor hiányzik a lendület. Tehát, hogy ezt muszáj olyan szintre felhozni, hogy ez pozitívan befolyásolja a teljesítményt. Ebben neked gondolnám én, hogy az a nagy felelősséget, hogy az időzítés, mint egyébként az orvosának, vagy az edzőjének, hogy ugye van egy nap, amire tudjátok, hogy készülni kell, az ja. a d-day, és vissza kell számolni, hogy hogyan fogod időzíteni például ezt a beállítási szintet, nem? Mert azt ugye nem várhatjuk el, hogy ő ezentúl, bármikor odahajtunk neki egy kardot, és pont, igyen, pont ugyanilyen legyen. A Én azt gondolom, hogy amit mondasz,